Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt közvélemény! A személyemmel kapcsolatban felmerült buta vádakra reagálva, kijelentem, hogy nem vagyok buta! Vagy ha mégis buta voltam, akkor tettem ezt a politikai érzékenység, és a teljes belefeledkezés, és a mérhetetlen politikai szabadságvágy okán. Mindazonáltal elhatároztam, hogy megmutatom a választópolgároknak, hogy nem színészkedek tovább, igazi jó cselekedeteket hajtok végre. Mindezt persze inkognitóban, hogy senki ne higgye, hogy a népszerűségért csinálom, felveszek egy állarcot, és így senki nem tudja, hogy ki a titokzatos jótevő. Bíz bennem, politikus vagyok. Ez itt csókolom, segítek a cuccot vinni, jó? A csomagokat, nem, hogy ne kelljen cipelni. Én tettekre váltom az ígéreteimet. Tessék csak nyugodtan. Pályám során arra törekedtem, hogy másokat ne bántsak, hanem segítsek. Úgy a kerületben, mint ahogy a kerületen kívül is. Én soha nem akartam egy másik embert megalázni. Most megértettem, hogy vannak olyanok, akik azt gondolják, úgy érzik, hogy oly módon közeledtem hozzájuk. Olyanokat cselekedtem, amivel megsértettem őket. Tisztelettel kérem bocsánat kérésem elfogadását. Bocsánat kérésem mellett továbbra is állok a kerület és a párt rendelkezésére. Bíz bennem! És most halad szétment a kezem, ráálltak a nők, hogy legyen a számmal csinálom, vagy jó, a kézem. Bíz bennem, politikus vagyok.